Írják az őszi angol előrehozott írásbeli érettségi feladatsort a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói. 5 osztályteremben osztották el a vizsgázókat a járvány miatt. Novotné Bán Erzsébet azt mondja, tanítás nélküli munkanapot kellett elrendelnie az intézményben az érettségizők magas száma miatt. Ez szerinte jól mutatja, hogy az idegen nyelvoktatás az egyik erőssége a gimnáziumnak. A nyelvoktatás az egyik olyan erősségünk, amire építeni lehet azoknak a diákoknak, akik szeretnének tovább tanulni majd, hiszen a nyelvvizsga már egy követelmény lesz a továbbtanulás szempontjából. A 4 évfolyamos tagozatra jelentkezők nem csak az angol, hanem a német nyelvet is választhatják első idegen nyelvként, és az első idegen nyelvet tanulják mind a 2 tagozaton emelt óraszámban, ez a magyarázat annak, hogy el tudnak jutni az előrehozott érettségig. Egyre többen jelentkeznek az elsősorban humán tantárgyakról, egyéni bánásmódról, tehetséggondozásról, magasan kvalifikált tanári karáról, bensőséges közösségi programjairól ismert Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumba, ezért felvételi vizsgát vezettek be. A hozzánk jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük. Nagyon sok középiskolában ez már követelmény, és tavaly olyan sokan jelentkeztek, hogy úgy gondoltuk, hogy talán így igazságosabb lenne, ha a tanulmányi eredmény mellett felvételi vizsgát is tennének, központi felvételi vizsgát matematikából és magyar nyelvből. A 6 évfolyamos gimnáziumba, 6 évfolyamos tagozatra és a 4 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek is felvételi vizsgát kell tenniük. Most annak érdekében, hogy ez jól sikerüljön, és tényleg ne egy ilyen kudarcélmény legyen, hanem inkább egy sikerélmény legyen, ennek érdekében online felvételi előkészítőt szerveztünk, már el is kezdődött, volt már több foglalkozás, külön a 6 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek, és külön a 4 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek. Tavasszal kipróbáltuk a Zoomot, ez az új platformot, és egészen jól működött, úgyhogy most ezen keresztül próbálják a kollégák segíteni a felkészülést. Írásbeli felvételi vizsga lesz matematikából és magyar nyelvből, illetve a 6 évfolyamos tagozatra jelentkezők számára szóbeli vizsga is, ez majd március folyamán. Az írásbeli vizsgára december 4-éig kell majd jelentkezni, ezt az iskola honlapján fogjuk közzétenni. Nagyon igyekszünk figyelni arra, hogy a gyerekek mindenféle értelemben jól érezzék magukat a bőrükben és az iskolában, tehát azt gondolom, hogy olyan a légkör az iskolában, ami lehetővé teszi, hogy tényleg kibontakozhasson a diák, és tényleg megtalálhassa azt, amiben jó. Ez a jövőjük szempontjából egyáltalán nem mindegy, és megpróbáljuk őket azzal is támogatni, bár ez most a jelen körülmények között a járványhelyzetben ez nagyon nehéz, hogy mindenféle más információt is kapjanak. Tehát az iskolán kívülről is érkezzenek olyan információk, amelyeknek a segítségével meg tudják találni, helyüket tudnak dönteni. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban november 14-én reggel 8 órától 11 óráig nyílt napot tartanak, ahol az érdeklődő szülők és gyerekek további információkat tudhatnak meg az intézményben folyó munkáról, az ottani légkörről, valamint a tanórán kívüli programokról.